Sziasztok! Bilibor László vagyok, ezt tudja mindenki. Én nekem a Bilibor Kárpi régi ismerősöm a Facebookon, és nekem ő hiteles embernek tűnt. Egyszer csak azt mondja a fiam nekem, hogy apu, nézd meg, mit osztott meg a Bilibor Kárpi. Néztem, hát azt tudni kell rólam, hogy én hirtelen döntésű vagyok, én nagyon gyorsan határozok. Egyből láttam benne a fantáziát. Már holnap már be is léptem egy standard csomaggal. Nem is gondolkoztam, elolvastam egy pár írását, megnéztem egy pár videóját, és rögtön nekem ez nagyon tetszett, eldöntöttem, hogy ezt így csinálni fogom. Beléptem, a fiam meglepődött, és ő is 3 nap múlva belépett. Aztán jött a feleségem, aztán én azt hiszem, hogy az első héten följebb mentem Silver csomagba, még 3 nap múlva Gold csomagba, aztán a feleségem, mivel nagyon látom benne a fantáziát, tehát a feleségem is ugye Silver lett egy héten belül. Azóta hát van még egy munkatársam, jelenleg van egy Goldunk és 2 Silverünk, de ez a igen, egy munkatársam, aki most jelentkezett, és most tegnap már ott volt a meetingen, ő is belépett standard csomaggal. Tehát a lényeg az, hogy most ott tartok, hogy február, de hogy is április közepén kezdtem, és én hamarosan, ha ez a kolléga, aki most belépett, mert hamarosan szilverré akar válni, akkor én asszisztant szintet fogok elérni. És ez belátható időn belül ez nagyon gyorsan fog menni szerintem, mert a gyerek is, a sát is pénzt akar keresni. Az igazság, hogy hát én 70 éves nyugdíjasként mindig azt kerestem azt a lehetőséget, hogy hol lehet valamit, valahol pénzt keresni. Ha kell, én gürizek, ha kell, én elmegyek könyves segédmunkásnak, én mindent megcsinálok, csak pénzt lássak. Hát itt nem kell dolgozni, hála Istennek, idézőjelbe téve, tehát nem kell úgy dolgozni, hogy fizikailag. Nem vagyok egy számítógépes zseni, azt el kell mondani, hogy a koromnál fogva sem. Nekem a fiam sokat segít a munkában, aki már asszisztant lett. Tehát ő hamarabb lett asszisztant, mint én. Mindegy, ő segít nekem, én is hamarosan el fogom érni, és én inkább kimatakoztam azt, hogy ezzel a csomagokkal, mert nagyon tudok számolni, ezekkel a csomagokkal én december 3-án el fogom érni a 3 platinát. Az meg már ugye tudva levegően 480 ezer forint körül van, ami hát majdnem 2,5-szerese a jelenlegi nyugdíjunknak, úgyhogy én eddig nem tudtam, hogy mi az, hogy elmenni egy wellnessbe, megmondom őszintén, nem szégyellem, ez nem az én szégyenem, mindegy, nem panaszkodom, hanem cselekszem. Ezután el fogunk menni minden hónapban biztos wellnessezni, nyarant el fogunk menni nyaralni. Nekem olyan terveim vannak, és akkor ez a december 3-a, ez úgy jött ki nekem, hogy amit a csomagok termelnek, már semmit nem rakok be, semmi pénzt, ezek a csomagok kitermelik ezt a 3 platinát december 3-ára, tulajdonképpen megerőltetés nélkül, de mivel látom, hogy vannak olyan jelentkezők, illetve érdeklődők, akik azt mondták, hogy na Laci, majd mutasd meg a bankkártyádat, hogyha megjött, már várom, egyébként meg van igényelve, akkor majd ők is elhiszik, tehát ők bizonyítékot akarnak. Ez meg lesz hamarosan is, és hétvégén voltunk Budaörsön egy barátomnál, egy házaspárnál, akiknek elmeséltem ezt a dolgot, ők is nyugdíjasok. Azt mondták, hogy hú, ez nagyon tetszik, de a fiúknak inkább majd küldjem el, mondom, adjatok egy e-mail címet, elküldöm. Most jelenleg ott tart a dolog, hogy az illető nézni fogja, de a házaspár is érdeklődik utána. Tehát van most már egy pár jelentkezőm, és azt mondtam, hogy én nem fogok csapatot építeni. Hát most még egy kicsit másképp gondolom. Még nem mondom azt, hogy fogok, de hogyha jönnek jelentkezők, akkor muszáj csinálnom, és ebből a fiam nekem segíteni fog, és nagyon családi összefogás. A lányom is benne van Silverrel, aki az elején elment mögöttem, az a lányom volt, az a fiatal hölgy, és ő is benne van, úgyhogy tulajdonképpen egy családi vállalkozásként működik ez jelenleg, nagyon szép reményekkel. Nem panaszkodom, hanem cselekszem. Úgyhogy én így tervezem. Ez biztos, hogy december 3-ára meg lesz. Amennyiben jönnek az újabb jelentkezők, az csak előrébb hozzák ezt a lehetőséget, és hajrá! Nagy lelkesedéssel vagyok, nagyon-nagyon tetszik a dolog. Minden meetinget, ha csak lehet, megnézek. Reggel, délben, este, akármikor tartotok minden, én nyugdíjas vagyok, ráérek nézni, és mindegyikből tanulok. Most is jegyzeteltem egy csomót, amit beszéltetek.
hogy beszéltél, úgyhogy tanulok, képezem magam, aztán majd lehet, hogy kicsit jobban fog menni ez majd nem sokára. De így se panaszkodom. Audio Jungle.